Amikor tavaly kitört a koronajárvány, nagyon erős igény mutatkozott a termékeink irányt, mivel Aszaga fiolák szükséges a koronavírus tesztelés és kivizsgáláshoz. 2019-15 millió fiolánk gyártottunk, és tavaly, amikor elnyertünk a támogatást, tudtunk a gyártási kapacitást növelni, és itt 30 millió fiolánk tudtunk gyártani, abból több mint 2 millió fiolánk tudunk biztosítani Magyarországon. Az idén továbbra van szükséges a fiolaink, és az idén meg fogunk haladni majdnem a 70 millió csövőink. Ebben a pillanatban több mint 67% a Covid miatt gyártjunk. A támogatás összeg 1,6 milliárd forint volt. Itt lehet látni az egyik gépet, amit beszerezhettünk. Az a gép együtt kifejlesztünk egy magyar vállalkozás. A teljes automatizált folyamat együtt létrehoztunk és kifejlesztettünk. Vírus tesztekhez is használt fiolák gyártásában erősödik Magyarország önellátása. A szekszárdi Jakó Meditech 1,7 milliárd forintos beruházását 1,6 milliárd forint költségvetési támogatással segítettük. Örömteli, hogy a kapacitás bővítéssel duplájára 70-re nőtt a munkahelyek száma a vállalkozásnál. Az elkészült fejlesztés egyike az egészségipari támogatási program kézzelfogható eredményeinek. Csak néhány példa az elmúlt időszakból. A Vajda Papír már több mint 50 millió védőmaszkot gyártott le, ennek jelentős részét értékesítette is. 10 millió darab favipiravir tabletta készült a Meditop Pilisboros Jenői üzemében. Az évi 140 ezer fertőtlenítő adagolót gyártó Eftim Kft. Pedig megkezdi a szállításokat a kórházaknak. A programban eddig 58 beruházásról állapodtunk meg, ebből 10 már el is készült. Ezek összesen 1500 munkahely megvédéséhez járultak hozzá. A fejlesztések folytatódnak, további egészségipart erősítő döntéseket fogunk majd hozni.